Na, szóval még egy kész van. Na, úgyhogy most tartok ott, hogy kész van kettő. Bár az egyiket még frissíteni kell, meg elég kevés rajta a játék, de mondjuk nem mindenkinek fontos a játék. De most éppen ezt csinálom, ezt a másik számítógépet, ez egy alaplap. És most jön a próba. Azért van itt nálam számítógép, mert van nekem egy ismerősöm, aki egy komputerbontót vezet, ahol a régi, nem tudom ezt hogy mondjam, eladhatatlanul régi számítógépeket elhozza, illetve én megyek elérte régi számítógép alkatrészeket, amiket már nem lehet pénzé tenni. És ezeket az alkatrészeket én most kötöttem össze, meg most raktam össze, mindegyik működik. Igazából nagyon sok mindenre alkalmas még. Hát a Gyilkos Robot 2000 című játékot azt nem fogja tudni 8K-s, 16K-s felbontásban lejátszani, elindítani, de böngészni kisebb játékokra, irodai munkára, tehát ilyen standard dolgokra, és meglepően szép játékok futtatására alkalmas. De a mostani elvárásokhoz képest, jaj, már kicsi, már lassú, inkább vidd el, mert a raktárba csak porosodik, nem tudja eladni. Úgyhogy én elhoztam ide, meg hát egy ideje már hordom ide ezeket a dolgokat. Amiket itt láttok, majd úgyis mindjárt megmutatom. Itt megmaradtak használt számítógépekből plusz alkatrészek, ebből is lesz majd pár sztori. De először kipróbálom azt a maszkot, hogy mennyire működik normálisan. Összekötöttem a csávót. Szóval úgy van, hogy ezeket a számítógépeket egy olyan műhelyben rakom össze, amit mindenféle nagynevű alapítványok támogatnak, így azok az emberek, akik bejönnek ide, hogy javítsam meg a számítógépeket, vagy telepítsem újra, vagy legalább beszélgessünk. Nemrég volt itt egy öreg, csak beszélgetni jött, és meglepődött, mennyi minden új dolog van. Szóval... próba. Három síp. Így van, három síp. Úgyhogy jól működik. Ha nem így sípolt volna, vagy valami még rosszabb, egyáltalán nem is sípol, akkor baj van, mert a számítógép már nem működik. De mivel sípol, és nem értem, hogy miért nincs összerakva, nem? Akkor össze kell rakni, mert ugye ez nincs összerakva. Ez egy alaplap, benne egy processzorral és kész. Ez a csávó, amit itt látunk, most raktam rá, nincs rajta zsír. Ezt a hozzáértőbbek tudják, hogy miért nincs. Ez egy számítógép processzorának a hűtője, egy óriási nagy teljesítményű hűtő, de annyi előnye van, hogy amíg a kísérlet folyik, addig a processzort vissza tudja hűteni. Igen. A processzor melegszik, és a meleg teljesítményt, tehát a hőteljesítményt, a melegítést el kell vezetni, tehát meg kell szüntetni. Erre való az a csávó. Na, viszont hogyha ez itt működik, akkor ebből egy számítógépet tudok csinálni, amit majd elvisznek a rászoruló családok, elvileg. Hát eddig elvitték, úgyhogy remélem nem fog ide becsapni a villámot, mit tudom én. Szóval ez itt maga az alaplap, amin a processzor meg a többi alkatrész található, de nincsenek benne gyorsítók, videokártya, stb. Van benne egy ilyen integrált kimenet, ami gyakorlatilag csak egy képet ad, és azt is lassan. Ilyenkor érdemes beletenni egy ilyen rendesebb videokártyát ebben a sínben, amit az előbb mutattam. Szóval ez egy jól működő alaplap, és mégsem tudja pénzé tenni. Azért nem tudja pénzé tenni, mert ezt az emberek már nem szeretik, mert kicsit régi, meg ilyesmi, és már olyan pici árat kéne rátegyen, hogy már nem éri meg, inkább kidobja a francba. Hát igen, kapitalizmus. Ebben a műhelyben, ahol meg vagyunk itt, meg folyamatosan kapom ezeket az alkatrészeket, hogy a szegényeknek, illetve hát a magánszemélyeknek, családoknak ilyesmi, osszuk ki. Illetve hát valami hasonló. Itt van már kettő gép, az teljesen kész van. Ez, amit most csinálok, itt van egy telepítőgép, ez semmi más nem tud, ez csak telepíteni tud. És itt van egy komplett gép, ez még nincsen föltelepítve, tehát üres. Meg van csinálva szépen, az összes alkatrész be van kötve,
ki van próbálva, működik, csak éppen üres, tehát nincs rajta rendszer, nincs rajta játék, kb. Nincs rajta semmi. Szóval ennek, mondom még egyszer, tehát ennek a műveinek, ahol most vagyok, pont ez a lényege, hogy ezeket az alkatrészeket, amiket a komputerbontók, meg ezek a vállalkozók, ezek már nem tudnak pénzét tenni, úgyhogy próbálnak nekem szólni, hogy ha akarom elvihetem, és ők örülnének neki, ha ez egy üres ház, tehát ebben nincs semmi. És nekik az lenne a jó, hogyha én elvinném végre ezt a számítógépet, ezt az alaplapot, ezt a másik alkatrészt, mindegy, de nekik útban van, már nem tudnak belőle pénzt csinálni. Az egész Kispest csoportnak ebből az a haszna, hogy ha valakinek van rossz számítógépe, ami nem igazán akar jól működni, akkor az szól, eljön ide, megcsinálom és teljesen ingyen. És itt van benne a kerületben, tehát még sokat se kell utazni. Ennyi az egész. Na, én folytatom itt a munkát, összerakom ezt a másik gépet, aztán hát majd lesz valahogy.